Sziasztok, Fruzsi vagyok, a BA animáció első éves. Igazából másodjára sikerült bekerülnöm. Felvételéről pedig a második kör az csak egy beszélgetés volt, a harmadikban pedig igazából első nap lepődtünk meg egy kicsit, mert ugye az előző két évben digitálisan ment ez, és akkor lehetett gépen vagy iPad-en is dolgozni, viszont idén nekünk csak papír alapú munkákat adhatunk be az első napi két feladatnál, és hát arra lehetett volna egy kicsit többet gyakorolni, viszont második nap volt a csoportfeladat, az iszonyú jó élmény volt, és tényleg négyből hárman itt vagyunk a MOMÉN, és a negyedik ember is ugyanúgy művészeti egyetemre került be, szóval mindenkinek sikeres volt igazándiból. Magyar Rajzfilm stúdióba jártam előkészítőre, illetve magamtól próbáltam még utána nézni dolgoknak. Alapvetően az IS honlapján néztem sokat az ottani portfóliókat, és az alapján állítottam össze a sajátomnak a layoutját, ami sokat segített. Igazából nincsen animációs előképzésem, jártam Corvinba illusztrációra egy évet, meg járogattam szabadiskolákba ilyen pár hónapokra, de semmi komoly, szóval teljesen kivitelezhető így is. Portfólióhoz igazából nagyon sokat aggódtam azon, hogy nem elég momés a stílusom, kicsit ilyen sorozatosabb, nem annyira ez a szerzői vonal, de én azt tudom csak mondani tényleg, hogy csak látszol az, hogy szeretitek. Évkezdés előtt voltak ilyen gólya napi programjaink is, amikor nem csak az első éveseket, így az évfolyamtársainkat ismertük meg, hanem voltak ilyen összerázó programok, tényleg erasmusosokkal, mesteresekkel, felsőbb évesekkel is meg tudtuk ismerni egymást, és már így első nap csomó embernek köszöngettünk ott. És most az volt az egyik újítás, hogy az első három hétben mindenkinek szakos programjai voltak, volt lehetőség arra, hogy kialakuljon osztályközösség, hogy a tényleg szakos tanáraink nagy részével találkoztunk, akár csak egy-két napokra, de hogy nagyjából azért most már átlátjuk, hogy kivel fogunk találkozni. Szerintem, ami nekem nagyon jól jött ki, hogy nem egyből gimiből kerültem be egyetemre, hanem közben kimaradt nekem néhány év. Dolgoztam, kiköltöztem külföldre, visszaköltöztem, és emiatt valahogy sokkal közvetlenebből tudok beszélni tanárokkal is. Sokféle tanár van, mind személyiségben, mind szakirányban, és szerintem mindenki megtalálja azt a néhány embert, akivel így tud oda menni hozzá külön és konzultálni vele, ami jobban érdekli, vagy amiben így jobban szeretne fejlődni. Szóval ez. És gyertek mindenképpen, mert tényleg egyrészről az, hogy már úgy fogtok idejönni felvételizni, hogy már ismeritek a helyet, sokkal kevésbé ijesztő, és tényleg tudtok beszélgetni akár velünk első évesekkel, akár felsőbb évesekkel. És mindenképp gyertek nyílt napra.